A masszív középcsapatnak számító Vác ellen lépett utoljára hazai környezetben pályára ebben a bajnokságban a Nyíregyháza Spartakusz. Már a 8. percben megszerezte a vezetést a házigazda, Rezes talált a vendégek kapujába. 6 perccel később megduplázta előnyét a Spari, a felnőttek között most bemutatkozó 16 és fél éves Tóth Dávid tett emlékezetessé debütálását. A folytatásban is fölényben voltak a nyíregyháziak, de több gól már nem született, így Bozsik Péter együttese 2-0-ás sikerrel búcsúzott el szurkolóitól. Ez volt a célunk, erre készültünk egész héten. Hál' Isten, több szempontból is jól sült el a mérkőzés. Két nagyon fiatal játékosunk, 2001-es születésűek, Tóth Ádám és a Staroszta Dávid is tudtak debütálni egy-egy félidőre, illetve Bajzát Peti búcsúja is szépre sikeredett. Az első gól szerzője, Rezes László, a győzelem mellett annak is örült, hogy hosszabb szünet után ismét betalált a kapuba. Egy hosszú szezonnak a végén járunk, az utolsó hazai mérkőzésünket sikerült megnyerni. Én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk a hétvégén, és még van egy meccsünk Szolnokon vasárnap, azt a mérkőzést is szeretném megnyerni. Egy elég nehéz időszakon mentem keresztül én is, hosszú idő után sikerült nekem is gólt szereznem, és örültem is ennek. A Szolnok jelenleg a 19., azaz kieső helyen áll az NB2-ben, de győzelmi és a többi eredmény kedvező alakulás esetén még benn maradhatnak a másodosztályban a tiszapartiak. Biztos, hogy nagyon éles Szolnokkal fogunk játszani, meg fognak tenni mindent a bentmaradásért, mi pedig meg fogunk tenni mindent azért, hogy idegenből is elhozzuk a 3 pontot. Bozsik József elmondta, hogy a vasárnapi mérkőzésen agyrázkódást szenvedő Szokor Zsolt természetesen nem lép pályára Szolnokon, a felkészülés kezdetéig azonban felépül a védő.